Sziasztok! Mivel közeledik a karácsony, és gondoltam, hogy mivel lepjem meg magam. Most egy különleges dolgot szerettem volna, egy kis ritkaságot. Sokat nézelőttem, sokat gondolkodtam, hogy vajon mi lehetne az. És így vül, nos hát őre esett a választás. Egy Fuggert V43-asra, egy 5. korszakos, 1042-es pályaszám ellátott mozdonyra. Egy gyönyörű szép modell, szinte patika állapotú, van 3 menetfény, A és B oldali végzárfény, A és B oldali fülkeimitáció és fülkevilágítás. Sima SU dekodár van benne, és viszont Bendeimi féle hajtással van szerelve. A modellpontban volt lehetőségem kipróbálni, megnézni a futását és a világításokat rajta. A futópadon. És adtak hozzá kiegészítőket, kürtöt és tükröt. A fiatalember azt mondta nekem, hogy jót választottam és jó vétel volt. Nagyon őszinte legyek, én is ugyanezt mondom, hogy valóban jót választottam és jó vétel volt. Na hát ugye a áramszedők ilyen szépen könnyen fölnyílnak le. Tetőm. Nos igen, itt láttok egy kis ragasztás, az azért van, mert sajnos itt egy picikét leltört, de vissza lehet ragasztani, azért viszonylag, ahogy nézzük, nem annyira vészes az oldala. Ugye lehet egyéb kis ilyen kiegészítőket, táblákat helyezni rá. Az eleje, hoppá. Még egy picikét még ez is. Majd az egyéb kiegészítők majd lesznek hozzám a beszerező utólag. Ugye itt a kampó, a légvezeték, ugye igen, a kampó légvezeték, az erősámadó csatlás. A tükrök kürtőket az már az utólag fogom felragasztani. Szinte teljesen patika, zsírúj. Ahhoz képest, hogy ugye már az alján a Bendeimi felirat, itt egy kicsikét már azért kopott. És ugye itt látszik, hogy nem kinematikás, hanem sima a kengyeles, ami van hozzá kengyel is, és elfelejtettem mondani. A jó reg Fuggert, hát ki más is lehetne. Jaj! Ugye tető imitációk. Ugye el lehet fordítani. Meg van, aztán van máshol itt, vagy itt, igen. Még ez az, amit még így el lehetett forgatni. Egy picit ilyen csálé. De nem baj. Nekem tetszik így, ahogy van. Nos, mivel már sokat izéltem, domáltam, ugye összeállítom a szönyegvasút ZRT-t, és akkor egy pár kört fog menni, egy-két kört, milyen a hangja, gyorsulásilag is milyen, és akkor majd rákötöm az összes szerelvényemet, ami van, és addig is fog menni majd egy pár kockát, vagy bocsánat, kört. Nos, akkor még egy kicsit kukacsunk be bele, hogy mi újság oda bent. Szépen levesszük. Ugye ott látható a két oldal, itt is, meg itt is a fülke. Ott van a világítás is bekötve. Sima a panel. Nyolc tűz dekóder van beleszerelve. Itt láthatjuk ugye a hajtás. De majd ezt a dekódert ki fogom cserélni. Pontosabban
Pontosabban egy Digitals DigiSound 5.1-es V43-os hangot fog majd kapni. Négyni. Na hát akkor ugye, mint a korábbi videómban, vagyis az előző videómban mondtam, akkor rárakom a kis szőnyegbaszó ZRT-re, és akkor a többit már tudjátok. Na hát a pálya az elő van készítve, amit láthatjátok, most úgy döntöttem, hogy egy ilyen két nagy táblát teszek alája. Ja, és azzal a különbséggel, hogy jelenleg mind a két oldalán csak két egyenes impár van felrakva, a harmadikat azt nem tettem föl most kivételesen. Ugye legutoljára be is úgy készítettem a felvételt, hogy ilyen kerekített, szögletes pályát alakítottam ki. Most a rendes ovál pályát építettem föl, azzal a kivétellel, hogy ugye két egyenesint hagytam ki belőle. Amint láthatjátok, azt a kis kék foltot, ugye az a mozdony, az is készen áll egy pár kör elejéig, és akkor mehet a menet. Na, a szerelvény sor fölállt. A V43-os mögött található egy holland, két holland kocsi. Az egyik az első osztály, ami a vonat mögött van. Második osztályú holland kocsi. Egy első osztályú APMZ kocsi és két BPMZ másodosztályú kocsit láthattuk.
Nos, hát így. A kocsikban ugye jelenleg még nincsen világítás, de majd idővel... Igen. Jó. A kocsikban ugye akkor lesz majd idővel világítás is kialakítva, vagyis bezerelve. Ugye A és B végi oldalán végzárfénnyel, ami menetirány szerint majd lehet kapcsolatni, szint úgy, ahogy a mozdonynál is van. Igen, tudom, jelenleg csak most itt ezeket bemutatni. Rendes terepasztalom még nincsen, de majd a jövőre tekintettel nézve elkezdem azt a projektet is. Majd arról is lesznek majd videók szépen sorjában, már ahogy az idő, energia és a pénz engedi. Hát így jelenleg akkor így tudnám ezt most bemutatni. Tudom, hogy egyeseknek unalmas egy kicsit ez a körbesút vagy valami, akkor mindig ugyanaz, de hát most én nem tudok mit csinálni. Valahogy én így tudom ezt bemutatni. Nos, hát akkor ezzel a részével most ennyi lenne. Még felrakok két mozdonyt bemutatásként, aztán vége. Amit most itt ugye láthattok, köztészed az összes jelenlegi gyűjteményem. Aztán az elsősorban van a Holland Trax. Mögötte van a Mávos Taurus, az egyébként hangdekóderes. Abban csak annyit szeretnék majd csinálni, hogy legyen neki majd irányonként kapcsolható végzárfény. Mögötte van az olyanan beszerzett V43-as, az teljesen rendben van, neki csak egy saját hangdekódert kell majd beletenni, meg egy-két kiegészítőt felszereli rá, és teljesen tökéletes. Mögötte van az első osztályú holland kocsi, abban egy világítást szeretnék majd beletenni, plusz a kocsi végén lévő végzárfény. Végzárfényt szeretnék majd beletenni. Mögötte van egy másodosztályú holland kocsi, abban is ugyanúgy világítás, meg két oldali végzárfény. Holland kocsi mögött van az APNZ első osztályú kocsi, szintén ugyanúgy, mint a másik kettő. És a két harmadik BPMZ kocsi is szintén, mint a többi projekt, világítás és mindkét oldali végzárfény. És akkor teljesen meg lenne ez a szett is, hogy világításokkal. Legalábbis ez lenne így a terveim és a cél. Majd valamikor már beszerzésre fog kerülni egy BMO kocsi, szintén világítással, és akkor egyelőre a jármű flotta beszerzés ennyi is lenne majd, ugye plusz a projektek, és a végén, vagyis a jövő évtől szeretném valahogy akkor elkezdeni a terepasztal szerűséget, vagy egy pályaszakasz részt kiépíteni. Csak ugye nekem kicsi a hely, ezért nem tudom, hogyan fogom megoldani, de majd valahogy ez is meg lesz oldva. De majd erről majd úgyis fogtok tudni, ha lesznek majd videók róla és képek.
Na szóval, így egyelőre ezzel a dologgal már ennyi. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Még így egy közeli körbemutatót fogok csinálni. Köszönöm. Na, ami még érdekesebben a dologban, ugye a V43-osban ugye sima SU dekóder van benne, de a távirányító, amikor megtaláltam a 3-as kódon, meglepődtem, hogy milyen dekóder is van benne. Valójában egy gőzmozdony dekódert használ, de nem baj, mint mondtam, majd fog kapni egy Digitos Digisound 5.1-es hangdekóder V43-ast.